Magyarország a 70-es, 80-as években. Csupán két állami televíziós csatornája volt az országnak, amelyeken azonban nem minden nap és nem minden órában volt adás. Ezekben az évtizedekben Szinetár Miklós volt főrendezője, majd művészeti vezetője és elnök helyettese is a Magyar Televíziónak. Van itt egy ország, ahol több millió ember kizárólag a televízió útján juthat színházhoz, koncerthez, képzőművészethez, bármilyen kultúrához. És nagy az éhség erre. Na most én igyekeztem csinálni egy olyan televíziót, ami mind ezt tudja nyújtani. Ez volt az első arszpoétikám. A második, legalább ilyen fontos arszpoétikám az volt, hogy mindig hirdettem, hogy a televíziónak számomra az lenne a címere, hogy zöld mezőbe az van odaírva, hogy is. Ilyen is, olyan is. Én úgy fogtam fel, hogy ebben az országban a televízió az a tolerancia iskolája. Tehát, ha 7-kor magyar nóta van, és 9-kor jazz, akkor talán aki a magyar nótát kedveli, az megszokja, de legalábbis elfogadja a jazzet is, és akire a jazzhez van vonzódása, elfogadja, de legalábbis megszokja a magyar nótát. A Németh László és a Madách Imre, mert büszkén vállalom, hogy volt Linda, volt szórakoztató, szóval, hogy mondjam, a sokszínűség, a sokfajtaság, emelt fővel vállalom a Táncdalfesztivált, és vele párhuzamosan a karmester versenyt. Ez két különböző ízlésvilág, de mind a kettőnek volt és van, és kell, hogy legyen helye a televízióban. Mai televíziózása az a legnagyobb bajom, hogy együgyű, hogy így, hogy nincs is. Hogy csak és kizárólag egyfajta hangot üt meg, azt, amit a kereskedelmi tévékből másol. Tehát este 7-kor már mindenki elkezd ordítani, mindenki föl van dobva, mindenki nagyon lelkes, és a kamera azt cikázik ide-oda, és nem lehet nyugodtan végig... Szóval, hogy mondjam, csak ez a hang van. Az, hogy vannak táncdalversenyek, az, hogy ez egy nagy esemény, hát én azt egyáltalán nem bánom. Csak az a bánom, hogy csak ez van. Tehát egyrészt az rémes a televízióban, amikor lábszagúan és aljasul, kizárólag csak a legaljadékabb ízlésre appellál. És legalább ilyen rémes, amikor kizárólag zárt értelmiségnek ad elő lila művészetet. Volt tetszési index, nem csak nézettség. Hát ami számomra óriási különbség, mert a nézettség, mint az, hogy nyitva van a televízió, egyáltalán biztos, hogy nézik. Csak azt jelenti, hogy nyitva van a tévé. A tetszési index az valamilyen vélemény arról, ami lement. És hát 20-30-50 ezer ember szavazott. Na most tetszési index volt olyan hét, hogy a Zsuzs Éva által rendezett Szofoklész Elektra volt a vasárnap esti csúcsba a csúcs nézettség. Na most itt szeretnék valamit még nagyon hangsúlyozni, hogy nem azért volt a legnagyobb siker, mert az egy olyan elegáns dolog, hogy Szofoklész, meg Elektra, meg az a művel dolog. Azért, mert az egy jó krimi, az egy nagyon jó sztori, azzal vele lehet menni. Amikor egyszer még a régi időben Amerikában voltam, és találkoztam az ABC egyik vezetőjével, és hát kérdezgettem, és azt kérdeztem tőlük, hogy mit csinálnak azokkal a műsornakkal, amik nem sikerülnek olyan jól, tehát nem olyan jó, azt hova helyezik el, vagy hogy? Azt mondta nekem, és ott éreztem meg először, hogy mindjárt mondok egy másik történet, ez már nem tartozik ide, hogy mi az a kapitalizmus, azt mondta, ezt a fogalmat, hogy jó, mi nem ismerjük. Nézik, vagy nem nézik? Mi az, hogy jó? Magának jó, nekem nem jó, más harmadik. Mi az, hogy jó? Nézik, vagy nem nézik? Na most itt bejött ebbe ez a hazug dolog, hogy nálunk is ezt nézik. Hát igen ám, csak milyen módszerekkel? Úgyhogy elhelyeznek lakásokba különböző ilyen figyelőket, nagyon nem túl széles körbe, és csak 18-tól 49-ig nézik.
De most mindenki, aki ennek őszinte híve, és ez, hogy ez nagyon jó és hiteles, azt a keresztkérdést szoktam föltenni, te beengednéd a lakásodba ezt a... Hát én nem, de... Tudni, ki engedi be a lakásába? Az, aki ott ül a nézőtére a televíziós adásra, vagy zsétség. Hát egy nagyon meghatározó, nagyon primitív réteg engedi be a lakásába. Hát ki engedi be? Ez az egyik. A másik nagy hazugság az a 18-tól 59-ig. Hát először is 59 fölött vásárolnak a gyerekeknek és az unokáknak, és 18 alatt hetszelik őket, hogy vásároljanak. Ez nem, az Amerikában igaz, nálunk nem igaz. Ez a másik nagy hazugság. A második a legeslegnagyobb hazugság. Amikor azt mondják valamire, hát ennek nincs nézettsége. Miért nincs nézettsége? Hát semmi, ez legfeljebb 300 ezer néző. Legfeljebb. Tehát magyarán 450 teltház a Nemzeti Színházba. Három, az csak. Na most kihagyni a nézőkből, és azzal nem számolni, azzal a 300 ezer vagy 200 ezer véleményformáló, tehát hogy nincs csak egy szavazat, egy izé, hát ez legalább olyan hazug. És én állítom, az a televízió legnagyobb bűne, hogy igenis van Magyarországon, nem 300 ezer, de véleményem szerint 6-800 ezer olyan ember, aki igenis várná azt, hogy nézzen olyan műsorokat, ami egy kicsit az ő igényéhez van szabva, ami kulturális, ami őt követ, ami művészi, még egyszer mondom, emberi fogyasztásra alkalmas. Nem a filmklubokból beeresztett, hogy hívják, ahol nagy totálban nézünk egy pasit, amint tőlünk 200 méterre föl és alá egy 10 percen keresztül, szóval nem erre gondol. Hanem arra, valamiről szól, ami nem a film nyelvet újítja meg, hanem az emberi gondolkodást újítja talán meg. Erre igenis volna igény, és a Magyar Közszolgálati Televízió ezt kellene szolgálni. Azt mondta József Attila, hogy költő vagyok, mit érdekel a költészet maga? Engem nem érdekelnek azok a filmek, amik a filmnyelv megújításáról szólnak. Nem érdekel, engem a világ érdekel, nem a filmnyelv. Színházban se érdekel a színházi nyelv megújítása, színházban is az érdekel, ami a dolog, ami a világ. A világ egy színes, nagyszerű, érdekes, remek dolog. Erről szeretek filmeket, színházat, emberek. Nem érdekel, hogy újítja meg a film nyelvet, meg a színházi nyelvet.